Tavaszi asztaldísz, húsvéti ajtókopogtató, a szivárvány minden színében pompázó virágbox. Többek között ezek az otthon is könnyen elkészíthető dekorációk készültek a kedd délutáni virágkötészeti bemutatónak kamarában. A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete számos kertbarátoknak szervezett programot valósított meg az elmúlt években. Ez az alkalom viszont elsősorban a hölgyeknek kedvezett. Több mint 60-an vagyunk a rendezvényen, hát jó részt, ha benéztetek, akkor inkább hölgyek. Hát ez egy ilyen nőnapi meglepetés, ez igazából a tagjainknak készült elsősorban, de ugye mint minden előadásunk ez is nyitott, úgyhogy itt széles körben a városban meghirdettük. Hát elég sokan jöttek is, de igazából nekünk nincs 20 fő hölgytagunk. Most meg a teremben több mint 60-an ülnek és várják ezt a virágkötészeti bemutatót. Ezt igazából én a hölgyeknek ígértem meg, még tavaly mondtam, hogy ha pályázati pénzből marad forrásunk, akkor rendezünk egy ilyen virágkötészeti bemutatót. Marad pénzünk, jól gazdálkodtunk, úgyhogy most azért a hölgyeknek nőnapra így utólag. A kreatív díszek készítését nem is akárkitől, hanem egy mester virágkötőtől tanulhatták az érdeklődők. Tudós István elmondta, ez alkalommal a húsvét jegyében készülnek a lakás ékességei. Most itt a húsvéti színek fognak dominálni, a zöld, sárga, narancssárga színekkel, ajtókopogtatók fognak készülni, asztaldíszek fognak készülni, üvegbedíszítés lesz, üvegpohár, illetve fog egy-két térdekoráció is elkészülni. Mi ami az a legnépszerűbb? Az asztaldíszek, amik ugye a húsvéti ünnepkör fényét emelik, illetve meghittét teszik az asztal, ugye az ünnepet, illetve az vendégváró kopogtatók. Igaz, hogy a mostani alkalom főleg a hölgyeknek szólt, de a Kertészek és Kertbarátok Egyesületének elnöke elárulta, már nem kell sokat várni egy a férfiaknak is érdekes programra. Az előző két nagyobb rendezvényünk az jó rész növényvédelemről foglalkozott, ugye ami igazából a férfiasabb téma, meg hát a továbbiakban ugyanezt szeretnénk folytatni, bár most hétvégén meccési bemutatón voltunk, ott is egy 50 fős busz töltöttünk meg, ott is ugye a busz is korlátoz minket az ilyen rendezvényen, illetve hát a kertbarátunk kertje azért, ahova több százan elég nehéz lenne betódulni. Úgyhogy azért a férfiaknak is kedvezünk, hát az idei évben főleg az egészséges táplálkozás, illetve a növényvédelem a fő téma. Az egyesület jövőbeli tervei nem csak a felnőtt korosztály számára kedveznek, hiszen kitűzött céljuk, hogy a gyerekeket is megszólítsák, és bevezessék őket a kertészet rejtelmeibe, persze játékos formában.